Jó reggelt kívánunk, ez itt a Pitty Mallat, a két műsorvezető, Mono Elvira és Proton Tamás. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. Április 52-e van, Zsírmirigy és Köpetke napja. Nagy szeretettel köszöntjük őket is, és pszichológusaikat is, akik az első iskolai népsorolvasás óta végeznek sikertelen terápiát az érintett nevű hölgyekkel. Olyan kis hűvös ez a mai reggel, igaz, Elvira? Igen, mert az adás előtt szemüveg nélkül olvasgattad a híreket a légkondi távirányítóján. Az nem a telefonom volt? Nem. Pedig kétszer is felvettem, és még beszélgettem is rajta. Na mindegy, nézzük inkább, kik lesznek a mai vendégeink. Itt lesz velünk a stúdióban Radír Tamara természetgyógyász, aki egy új módszerrel képes a középfül gyulladást kitolni bármelyik irányba, hogy aztán ott fájjon tovább. Vendégünk lesz Csicska Norbert adószakértő, aki 80-as IQ alatti kattás vállalkozóknak próbálja meg elmagyarázni, hogy nem kell megváltoztatni a keresztnevüket. Valamint hűtlen férjeknek ad tanácsot abban, hogy hogyan kell otthon előadni a negyedéves bevallást. Szintén itt lesz a stúdióban VV Cynthia is, aki Instagram oldalán okozott botrányt azzal, hogy olyan képet töltött fel magáról, amin ruhájának dekoltázsa egy vonalban volt a cipőjével. A fotókat azóta megpróbálta törölni, de a monitorra helyezett kendővel nem járt sikerrel. Új dallal jelentkezett a héten a mulatos műfaj sztárja Böllér Ferry, aki arról beszél majd, amin ül. Tehát a fotelről, akkor a fotelről beszél. Elmondja még, hogy milyen nehéz 5 év alatt 10 lemezt kiadni úgy, hogy a szókincse 12 szóból áll, és hogy a gitárról csak 1 éve tudta meg, hogy hangszer és nem egy nagyméretű tojás szeletelő. Szó lesz még arról, hogy DJ Coco Dominikán forgatott klippet, ezért Dominika alig kapott levegőt. És természetesen ma is van SMS kérdésünk, mely így hangzik. Ön előzött már 80-nal az M3-as autópályán? A. Nem. B. Nem tudok válaszolni, mert 6 napja úton vagyok Siófokról Zamárdiba. Jöjjön akkor mai első vendégünk. Köszöntöm a stúdióban Buzogány Alexandra jóga oktatót, aki egy új jóga módszert fejlesztett ki. Mi is a neve ennek az új mozgásformának? Igen, ez a Hilti jóga. Ennek lényege, hogy a meditációt és az ászanákat olyan emberek is elvégezhetik, akik társasházban élnek, és non-stop megy a szomszédban a lakásfelújítás. Hát akkor nézzük is ezt meg a gyakorlatban. Kérlek, fáradj oda a jógaszőnyegedhez. Ez melyik ászana? Ez még egyik sem, csak nehéz felkelni ebből a fotelből. Tehát akkor nézzük. Lehasalunk a földre, itt indul el a szomszédban a vésőkalapács, légzés irányítása, azaz pránajámával indítunk, lefele néző kutyapózból indulunk, és a vitrínben lévő poharak ütemes csörgésével szinkronban beszívjuk a levegőt, tehát átváltunk kobraállásba, és magunkban számolva kifújjuk a levegőt, figyelem, tehát 1 és hilti, 2 és flex, 3 és kalapács, 4 és dekopírfűrész, 6 és akkusfúró, 7 és akku... Az akkusfúrót már mondtam, végül 8 és szívem hozd a sebb tapaszt. Ezután az ászana után mi jön? Mi jönne, bészana? Muszáj belepofáznod, nem elég az aj a szomszédból. Úgy tűnik, nagyon beleélted magad, pedig hát itt nincs is zaj. Látszik, hogy nem társasházban laksz. A zaj örökre ott marad a füledben. Tudod, mennyit spóroltam azzal, hogy nem kellett 40 000 jegyet vennem a Metallica koncertre, mert egész nap itt van a fejemben? Rövid a műsoridőnk, úgyhogy ugorjunk a végére a gyakorlatoknak. Jó. Tehát a végén jön a napüdvözlet, azaz a Surya Namaskara, ami egy cicákat nem kedvelő pösze indiai nevéhez fűződik.
Itt köszönetet mondunk Buddhának. És Pestnek is az aljét, hogy viccesen fogalmazott. Kedves Alexandra, nagyon szépen köszönjük a bemutatót. Hogyan másképp is köszönhetnék most el tőled, mint hogy namaszté? Namaszté van, hanem reggel, valóban jól látod, igen. Mi pedig megyünk tovább, Elvirához érkezett újabb vendég. Így van, vendégünk itt a stúdióban Böllér Ferry, a mulatos zene koronázatlan királya. Köszöntöm a kedves nézőket! Vegyék meg új lemezemet, a Modern Talking együttes énekel rajta. Nagyon profi vagy, hogy már rögtön a köszönéssel promóztad az új albumodat. Igen, most megjelent könyvemben, ami már kapható az interneten, erről részletesebben is írok. Át is adok neked egy tisztelet példányt, így fejmagasságban, hogy a kamera is lássa. Igen, hát akkor ez így két meglepetés egyben. Egyrészt, hogy tudsz írni, másrészt, hogy összetudtál hozni 20 oldalnyi gondolatot. Igen, a gyengén látó emberek kedvéért egy oldalra egy betű jutott, ezért a szokásosnál vastagabb lett. Az első könyved hány oldalas volt? Hát inkább nevezzük szórólapnak. Viszont 100 000 példány ment el belőle. Az nem semmi. Igen, sajna nyitva maradt az ablak, és jött egy nagyobb légnyomás, egy húzat. Beszéljünk egy kicsit az új klipedről, melynek címe Kitépted a szerelmet a szívemből, Jennifer. Milyen volt a forgatás? Ez most a szokásosnál alacsonyabb költségvetésű klip volt. Miami-ban vettük fel, és a Jennifer-t alakító színésznő sem magyar volt, mert így olcsóbbra jött ki. Ki játszotta a klipben Jennifer-t? López, hát nem egy nagy szám. Bíró Vanessa jobb lett volna, de Haknia volt tarcalan, az meg ugye jobban fizet. És mondd csak, hány szám lesz az új albumodon? Hát ameddig el tudok számolni. Segítséggel úgy meg lesz a 8. Érdeklődés színlelve kérdezem, hogy milyen dalok lesznek még az új albumodon? Már elkészült néhány nóta, például a szerelemnél csak a füstölt tarja fontosabb. Vagy a Jöjjé vissza úgy hiányzó, hogy hívnak című. Valamint a romantika legszebb szárnyain íródott Gyere hozzám szerelmem, vagy gyomron rúglak című. Slágergyanús szerzemény. Jó. Ez utóbbiból hallhatnánk tőled egy rövid ízelítőt? Természetesen. Igen. Mikor elmentél te én tőlem, elvitted a szívemet, olyan vagy, mint egy fémtolvaj, mikor meglátja a síneket. Csókot is loptál 100-at, meg kristály poharakat. Ha meglátlak én tégedet, szétrugom a valagat. Köszönjük szép! Köszönjük szépen! Vegyék meg a lemezemet! Köszönjük szépen, elég! Önök Böllér Ferrit láthatták és hallották. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, bár a mondat első felét erősen idézőjelbe tenném. Átadom a szót Tamásnak és sztárvendégének, aki a mai reggelen valami csodás ételt fog főzni nekünk. Köszönöm szépen, Elvira. Bizony, ha volna olyan tévé, ami a képen és a hangon kívül az illatokat is tudná közvetíteni, akkor most illatorgiában részesülnének a nézők, hiszen Kopár Dénes sztárfodrász a vendégünk, aki ma nem a hajak művészetét gyakorolja nálunk, hanem a gasztronómiáét. Fantasztikusak ezek az illatok. Miből tevődnek össze? A most készülő pörköltből és a tegnapi babból. Akkor már értem, hogy mi volt a bukéban a kakukk tojás. Amíg megkóstoljuk ezt a mennyei pörköltet, addig beszélj nekünk arról, hogy nemrégiben megnyerted a fodrász olimpiáját. Magyar ember evés közben nem beszél. Akkor ne legyél, csak mondd el. Ha jól tudom, ez a fodrász olimpia Stuttgartban volt. Igen. A pörköltet zaftja meg most már a pofámon. Jó, bocsánat, abban hagyom az evést. Viszont ezt a kis lábszár darabot még leszem a homlokodról, szóval! Mit kell tudni a nyertes frizurádról? Épp a modell tarkóján akartam a nyírógéppel felszedni egy árva kis hajszálat, amikor tüsszentettem. Így aztán én nyertem. Mennyi keres ma egy sztárfodrász? Gondolom, hogy jól el vagy eresztve anyagilag. Ilyen ügyekben nem nyiratkozom. Végezetül még annyit, hogy a múlt heti szakításod után hogy vagytok az új pároddal, Hajnival? Aki azóta már Judit. Hajnival is.
Hajnival is szétmentetek? És ahogy nézem ezt az SMS-t Judittal is... Hogy nálad a forgalom. Hány kapcsolatod volt az idén? Én már január 2-án elvesztettem a fonalat. Jó, hát köszönjük szépen Kopár Dénesnek, hogy eljött és főzött nekünk. Ennyi volt már a Pitymalat műsorunk végére. Értünk, Elvira, hogy érezted ma reggel magad itt a stúdióban? Hú, hát nagyon jó kis adás volt a mai is, bár a végén Kopár Dénes sztárfodrász kikezdett velem, de mire a kiárathoz ért, már szakítottunk is. Ja, hát nagyon tartalmas kis reggel volt, én például ma kipróbálom ezt a hilti jogát mesztelenül. Hát az izgi, de te nem is társasházban laksz. De te igen.